Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden bajait ezen a napon, amikor fontos bejelentéseket kell tennem. Régóta vártunk arra a kormányrendeletre, amely a hétvégén jött ki a távfűtéssel kapcsolatosan, hiszen meghatároz ez a kormányrendelet azokat a számokat, amelyek a távfűtés és a fűtési szezon kezdetekor meghatározzák az energiaköltségeinket. Tudjuk, hogy energiaválság van. Tudjuk azt, hogy nagyon sokan kétségbe esetten indulnak neki ennek a télnek, ennek az ősznek, attól félve, hogy hogyan tudják majd befűteni a házukat, a lakásukat. A mai bejelentést három csoportra osztanám. Az első csoport az azokkal a tényekkel kapcsolatos, azokkal az intézkedésekkel, amelyeket már meghoztunk. Az augusztusi testületi ülésen hoztunk egy döntést azzal kapcsolatosan, hogy Bajaváros önkormányzata egy alapot képez. Ez az alap, ez egy olyan pénzösszeg, amelynek a célja az, hogy segítsük azokat, akik az elkövetkezendő időszakban a rezsiválság igazi károsultjai, és bizony nem tudják kigazdálkodni a fűtést, az elektromos áramot. Egy ilyen alappal kívánjuk őket segíteni. A második kérdés, azt én úgy fogalmaznám, hogy előre menekülünk. Ez azt jelenti, hogy a következő téli időszakban nagy szeretettel fogjuk várni két különböző helyen azokat az embereket, akik közösségre vágynak, közösségben szeretnék eltölteni a hideg, fagyos téli délutánokat. Ez a két hely, ez a kultúrpalota, a Bácskai Kultúrpalota és a könyvtár lesz, mind a két hely hosszított nyitvatartással és kollégákkal fogja várni az érdeklődőket. Rengeteg program lesz, filmnézés, sakkozás, ismeretterjesztő programok, beszélgetések. Tehát hosszított nyitvatartással szeretettel várjuk mindazokat a bajaiakat, fiatalokat és időseket egyaránt, akik jó közösségben kellemesen szeretnék eltölteni ezeket a hosszú fagyos délutánokat. A harmadik csomag az bizony a megszorítások nevet viseli. Ugyanis mi is tudjuk, hogy az energiaválság az nem csak a családokat érinti, hanem az intézményeinket, a cégeinket is. Ezért aztán átgondoltuk, hogy mik azok a nagy fogyasztású helyek, ahol mindenképpen megszorításokat kell alkalmaznunk, ahol csökkentett nyitvatartással, esetleg bezárással kell élnünk. Egyeztettem a cégvezetőkkel és az intézményvezetőkkel, és arra a megoldási lehetőségre jutottunk, hogy a múzeum 7 telephelye közül 6-ot már október 1-jével bezártunk, és csak telefonos jelentkezés alapján lehet látogatni ezeket a telephelyeket. A turisztikai központ az egyik legnagyobb légtérrel rendelkező hely, nagyon sokba kerül a fűtés, a világítás. Ott rendezvények lesznek még, lakodalmak, természetesen ezeket nem fenyegeti a lemondás, de mindenképpen bezárjuk ezt a helyet is, hiszen nagyon-nagyon sokba kerülne a befűtése. A színházban december végéig lekötött programok vannak, ezek a programok nem maradnak el, de január 1-től mindenképpen bezárjuk a színházat is. Az ifjúsági szálló A épületét már október 15-től fogjuk bezárni, a B épületet pedig valószínűleg január 1-től. Nemrégiben nyitottuk meg a Popori Otto nevű csarnokunkat, ahol sportrendezvények vannak. Ez a csarnok, ez a Vagyon ZRT üzemeltetésében van. Azokkal, akik bérbe veszik, mindenképpen egyeztetni fogunk. Hogyha ki tudjuk gazdálkodni a rezsiköltségeket, akkor nyitva tartjuk. Amennyiben nem tudjuk kigazdálkodni, a bérleti díjban nem tudjuk ezt érvényre juttatni, akkor kénytelenek leszünk bezárni ezt a csarnokot is. Természetesen az önkormányzat hivatala is részt vesz ebben a takarékossági programban, egy maximalizált hőmérséklettel, a folyosók hőmérsékletének a csökkentésével, illetve bizonyos esetekben az iskolai szünethez igazodó bezárással, home office-szal kívánjuk ezt a csökkentést
létrehozni. És ami talán a legfájóbb a bajaiak számára, és amiről azt gondoltuk, hogy csak január 1-jével kerül bezárásra, az az uszoda. Az eddigi számok úgy mutatták, hogy nyitva tudjuk tartani az uszodát ebben az évben, december 31-ig, de sajnos az a kormányrendelet, ami ezen a hétvégén jelent meg, és ahogy mondtam az előbb is a távfűtéssel kapcsolatos, megmutatta, hogy olyan sok 10 milliós költséget jelent az idei évben az uszoda nyitvatartása, hogy november 1-től be kell, hogy zárjuk az uszodát is. Mindezek mellett az egyik legnagyobb költséget a közvilágítás jelenti. A közvilágítás lekapcsolása, tudom, hogy nagyon sok településen már megfordult a település vezetők fejében. Én azt gondolom, hogy olyan biztonsági kérdéseket vett fel, közbiztonsági kérdéseket, amelyeket nem nagyon engedhetünk meg magunknak. Tehát az, hogy éjjel vaksötétbe menjenek haza az emberek munka után, az sokkal nagyobb problémát jelent, mint amit előre ki tudnánk számítani. Úgyhogy itt is az előre menekülést választottuk, azaz azokat az égőket, lámpatesteket az MVM szakembereivel együtt átgondoltuk, ledesre cseréljük, ahol ez mindenképpen megtakarítást fog jelenteni. A szakemberek szerint, és ez a közbeszerzés, ez már folyamatban van, a testület elé kerül holnap után, a testületi ülésen, ez a ledes világításra cserélés, ez a kiszámított költségeknek körülbelül az egyharmadának a megtakarítását jelenti, és hosszú távon mindenképpen eredményesebb, mint az, hogyha lekapcsoljuk a közvilágítást. Egyelőre ezek az intézkedések, amelyeket tervezünk, erre az évre tudunk csak tervezni, hiszen halljuk a hírekben is, hogy a számok naponta változnak. Energiaárak naponta változnak. Én mindenkit arra biztatok, hogy a saját házában, lakásában igyekezzen takarékoskodni, de semmiképpen sem észszerűtlenül. És mindenképpen meg kell tartani természetesen azokat a biztonsági előírásokat, amelyekről a szakemberektől tudnak tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.